Az Óbecsei Gyermekgyógyászaton az elmúlt években játékkuckót rendeztek be a sorra váró kisbetegek számára. Mi a gyerekeknek szeretnénk egy kis szórakozást itt nyújtani, addig még a váróteremben várakoznak. Mi ezt a várakozást szeretnénk, hogy minél minőségesebb legyen. A várakozás különben is minimális. A nővérek, orvosok itt a gyermekdiszpanzérban nagyon is törekednek arra, hogy ez a várakozás minimális legyen. Szerintem nagyon jó, megfelelő az véget, hogy gyerekek, amíg várnak sorra, addig el tudják foglalni magukat. Ez remek megoldás, így a gyerekek lefoglalhatják magukat, amíg az orvos nem szólítja őket. Az Óbecsei Népkönyvtár nyár végén könyvadománnyal szeretné bővíteni az orvosi váróterem kuckóját. Az ötlet onnan adódott, hogy gyerekekkel valójában a szülők akkor is tudnak foglalkozni, amíg várnak a sorba, ugye az orvoshoz, és általában ezek a pillanatok feszültek, és a gyerekek ilyenkor érzékenyek is, és úgy gondoltuk, hogy mi időként majd foglalkozásokat is szervezünk nekik, és az ajándékadomány adásakor is szeretnénk egy ilyen kis ünnepi programmal kedveskedni nekik. A június folyamán meghirdetett gyermekkönyvgyűjtési akció keretén belül eddig számos könyvet gyűjtöttek be, de továbbra is várják az adományokat, amit a Népkönyvtár gyermekrészlegén lehet átadni.